Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Több mint 270 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Tolna Megyei Szakképzési Centrum. A tervek szerint a pályázati forrásból egy ágazati képzőközpontot hoznak létre. Továbbá megújul a Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Ady Endre Technikum és Kollégium gépjármű diagnosztikai tanműhelye is. Mondhatni, folyamatos fejlesztések zajlanak a Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Ugyanis a Tolna Megyei Szakképzési Centrum 270,1 millió forintos visszanemtérítendő európai uniós támogatást nyert arra, hogy csatlakozó partnereivel ágazati képzőközpontot hozzon létre a specializált gép- és járműgyártás területén. A projekt lényeges eleme az Ady Endre Technikum és Kollégium gépjármű diagnosztikai tanműhelyének megújulása. Ez az ágazati képzőközpont ennek az ágazatnak a képzési szakmai színvonalát szeretné a lehető legmodernebb körülmények között segíteni, megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy duális képzőhelyként jelenik meg majd a képzési palettában az ágazati képzőközpont, és minden olyan szakma, ami a specializált gép- és járműgyártáson belül megjelenik, és az iskolánkban oktatásra kerül, tehát a karosszélakatos, a járműfényező, a gépjárműmechatronikai technikus, vagy a gépjárműmechatronikus, mindegyik képzési részben ez meg fog jelenni vagy a partnereknél, vagy pedig az iskolában megvalósuló központi műhelynél. Az iskolai műhelyt emelném ki elsősorban, hiszen a fejlesztés nagyrészt erre koncentrálódik. Juhász Gábor azt mondja, a több mint 270 millió forintos pályázati forrás lehetővé teszi, hogy a 140 négyzetméteres műhely elavult technikái megújulhassanak. Illetve olyan képzési rész kerüljön bevonásra, ami nagyon új a piacon, és igazándiból nem nagyon van jelen még a képzőhelyeken, ez pedig nem más, mint az alternatív járműhajtások területe, tehát a hibrid, a tisztán elektromos járművek, de természetesen a hagyományos benzines technológia is megjelenik a műhelyben, tehát olyan oktató gépjárművek, preparált gépjárművek kerülnek be a műhelybe, amelyek mind az elektromos, mind a hibrid és mind a benzines járműveknek a sajátságai, tanulmányozását és javítási lehetőségeit lehetővé teszik, illetve természetesen megújulnak az infrastruktúrás feltételek is, hiszen mind a gépészet, a villamos hálózat, illetve a nyílászárók is cserére kerülnek, amelyek még gyakorlatilag az építés időszakából valóak. Azt gondoljuk, hogy a képzést már a következő tanév folyamán segíteni fogja tudni ez a beruházás. Maga az építés és maga a beszerzés nyilván a projekt tevékenységeknek a sorrendjében következik. Én bízom abban, hogy a második fél évben már itt képzési tevékenység folyhat. A mustgáz mérgezés veszélyeire hívta fel a figyelmet a Tolna Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a szokásos éves sajtótájékoztatón. Minden szakértő úgy nyilatkozott, legfontosabb a megelőzés, és bár évről évre csökken a balesetek száma, erre minden évben felhívják a figyelmet. Azt mondják, elengedhetetlen a folyamatos szellőztetés és gyertyapróba, vagy széndioxidmérő készülék nélkül nem ajánlott bemenni az erjesztő helyiségbe. Tavaly egy mustgáz mérgezés történt Tolna megye területén, és az tragédiával végződött. Talán a legfontosabb az, hogy a megelőzés fontosságát hangsúlyozzuk. A szüreti időszak halálos veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság azzal a bemutatóval, amit néhány napja tartottak Várdombon. Nyugtáztam, a három fő légzősvédelem mellett beadatok intézővédelem. A szervezet megyei igazgatója úgy nyilatkozott, leginkább a kistermelőket fenyegeti a mustgázmérgezés kockázata. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. Nagyon fontos az, hogy elmondjam, hogy nem legyünk hősök, hanem várjuk meg
addig a segélyt, amit a 112-es hívószámon például tudunk tárcsázni, de hát a legközelebbi rendőrnek is, hogy bárkinek szólhatunk, hogy bajba lett valaki. Egyéni védőeszköz nélkül, amely teljesen izolációs készüléket jelent, tehát a külvilág levegőjétől elzárt készüléket, anélkül ne próbáljunk meg menteni, hiszen mi is áldozatává válhatunk ennek az anyagnak. Mint minden másban, természetesen itt is a preventív tevékenység a legfontosabb. A figyelemfelhívás, hogy elmondjuk azt, hogy csak szellőztetett körülmények között, jó műszaki állapotban lévő berendezéseket használva tudjuk megvédeni magunkat. Én azt gondolom, hogy azok a hagyományos módszerek sem hagyhatók figyelmen kívül, amit régen nagypapáinktól megtanultunk, hogy egy botra, egy gyertyát helyezünk, és azt égetve megyünk le a pincébe, hiszen ez alulról tölti meg a pincét, és amikor a gyertyának a lángját eléri, akkor fogja eloltani, akkor látjuk, hogy telítődik széndioksziddal a környezetünk. De számos mérőműszer van már, számos jelzőberendezés áll rendelkezésre, amely tényleg nagyon alacsony költségen elérhető, és megfelelően alkalmazva, akár magunknál tartva, akár pedig a pince falára elhelyezve, kellő időben, és nagyon nagy pontossággal jelzi a széndioxid jelenlétét. A bemutatón részt vett Hirt Néil és Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, aki arról beszélt, fontos a gyors reagálás, ezért meghatározó szerepet töltenek be az adott város önkéntesei is. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek van a leges legnagyobb helyismerete a településen, hiszen helyben lévő emberekről beszélgetünk, azokról, akik helyben, a településen laknak, élnek, és pontosan jól ismerik a terepviszonyokat és a helyszíneket. Mi nagyon sokban tudunk segíteni a hivatásos egységeknek, legyen az mentőszolgálat, vagy a katasztrófavédelem bármelyik egysége, tehát itt mi elsősorban a tűzoltókkal dolgozunk együtt, hogy oda találjanak a helyszínre. A Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1874-ben alakult, úgyhogy elég sok ilyen esettel találkoztunk. Nekünk hála a Jóistennek a tavalyi év folyamán nem volt Tamásiban mosgázmérgezésünk. Tehát nem kellett emberéletet mentenünk. Tehát vagy jó a prevenció, hogy szoktuk mondani igazgatóra, vagy pedig odafigyelnek a gazdák, mert annyiszor mondjuk el, hogy erre oda kell figyelni, hogy talán odafigyelnek. A tájékoztatón és bemutatón a mentőszolgálat is minden évben részt vesz. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője is nagyon fontosnak tartja a tájékoztatók megtartását. Annak ellenére, hogy az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott az ilyen jellegű eseteknek a száma, ettől függetlenül mindenképpen a megelőzést tartjuk szem előtt. A legeslegfontosabb, hogyha ilyen szituáció adódna, akkor haladéktalanul hívjunk segítséget mind a tűzoltóság, mind a mentőszolgált dolgozóit 112-ön keresztül. És a legfontosabbak közé sorolnám azt is, hogy önmagunkat soha ne veszélyeztessük. Nem leszünk képesek kimenteni légzésvédelmi eszközök vagy bármi nélkül a bajba jutottat, így csak több bajba jutott lenne. Ebből kifolyólag a legfontosabb dolog az, hogy a tájékozódás után segítséget hívunk, és a segítséget kikalauzoljuk a helyszínre, és megmutatjuk, hogy hol is van a baj. Tekintettel arra, hogy a mentődolgozóknak sincs légzésvédelmi eszköze, teljes mértékig a tűzoltókra vagyunk hagyatkozva. Mi nekünk is meg kell várni, amíg abból a gáztérből a tűzoltók kimenekítik a bajba jutottat, és átadják nekünk ellátásra. A saját személyes tapasztalatom, nagyjából 29. éve vagyok a pályán, és amilyen esetekkel találkoztam, ott 75% a tragédiával végződött. Ez egy gyors statisztika volt, amit otthon számolgattam az ilyen szituációk kapcsán. Bősz Adrián, a szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke úgy nyilatkozott, nagyon egyszerű módszerekkel is megelőzhető lenne a baj. Ugye van a hagyományos gyertyás módszer, hogy a földhöz minél közelebb kell tartani a gyertyát, és hogyha nincs már elég oxigén a láng égéséhez, akkor meg se kíséreljünk bemenni abba a helységbe. Ezen felül ma már azért vannak olyan készülékek is, nem is olyan rég kaptunk még itt a szüretet megelőzően, kaptunk egy ajánlatot, illetve egy bemutatkozó anyagot egy cégtől, akik testre szerelhető, gyakorlatilag mint egy mobiltelefon nagyságú széndioxid jelző készüléket ajánlanak, ütésálló, vízálló, tehát gyakorlatilag kollégákat pincészetekbe fel lehet ezzel szerelni, és hogyha a mosgáz koncentráció, ez leginkább egyébként nagy üzemekbe fog majd vélhetően előfordulni, de ugyanúgy tudjuk javasolni háztáji pincéknél is.
ha eléri egy olyan szintet ez a széndioxid koncentráció, és nyilván övre kell csatolni, akkor ő rezgéssel, sipolással jelzi a erős rezgéssel és hangos sipolással jelzi az érintettet, hogy bizony veszély van, és el kell hagyni azt a helységet. Úgyhogy ezt az anyagot egyébként a hegyközségről, akinek, és hát hál' égnek azért nagyon sok embernek megvan az e-mail címe, ezt mindenki részére kiküldtük, úgyhogy lehet, hogy érdemes ilyenbe is gondolkodni, illetve ezen kívül egy egyszerű módszer nem árt azt a zárt helységet, akár pincéről, akár csak egy feldolgozott teremről van szó, folyamatos ventilációval ellátni. Legjobb az, hogyha vannak beszerelve szívóventilátorok, ugye ezek legjobb, hogyha földhöz minél közelebb vannak elhelyezve, és vannak fújóventilátorok, amik a friss levegőt pedig befújják a pincébe. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egy ilyen egyszerű kis pincébe is, mint ami mögöttem látható, ugye általában minden pincébe van szellőző, akár egy otthoni egy vagy kettő ventilátort a pinceajtóba beállítva befele fújni a friss levegőt, vagy csőventilátorral meg lehet oldani, hogy a szellőzőbe, ha nem is állandó jellege, de ideiglenes jellege be lehet szerelni, és akkor az pedig folyamatosan szívja ki a pincéből. Tehát egy a lényeg, hogy cirkuláljon a levegő, és a lehető legkevesebb széndioxid maradjon, de ez nem lesz elég, tehát ezt utána még le kell ellenőrizni, hogy valóban kellő mennyiségű friss levegőt juttattunk a pincébe, tehát azért a gyertyapróbát mindenféleképpen végezzük el. A hegyközségi tanács elnöke elmesélte, személyes tapasztalata van a mustgázmérgezéssel kapcsolatban. Egyszer egy teljesen másik térben, egy feldolgozó melletti térben dolgoztam. Éppen a dolgomat végeztem egy laptopon, és azt vettem észre, hogy egyre álmosabb vagyok, és a végén végül is kiderült, hogy ugyan be volt csukva az ajtó, de fönt egy galéria részen egyik ajtó részre nyitva maradt, és alatta pont két tartály erjedt, és ahogy a tartálynak a légzőjén jött ki a gáz, ugye az gyakorlatilag egy szűk csövön keresztül távozott, úgyhogy valamilyen szinten ugye nehezebb a levegőnél, de még fölfele áramlott, és ezen a galérián át tudott folyni ez a nehezebb széndioxid, és én ott pont a másik oldalon alatta ültem, és tényleg azt vettem észre, hogy egyre álmosabb vagyok, és nyilván első gondolatom nem az volt, hogy ez széndioxid, hanem az, hogy biztos, hogy sokat dolgoztunk, fáradt vagyok, na kimegyek és iszok még egy kávét, és ahogy a friss levegőre értem, azonnal felfrissültem, és akkor utána kezdtem el gondolkodni, hogy ez valószínűleg akkor nem is a fáradtság, hanem a gáz volt. Ez egy szerencsés eset volt, és én egy nagy légterű helységben voltam, ez egy szűk légtérben nem ad ennyi időt. Tehát, hogy ott főleg, hogyha az ember mondjuk valami miatt megbotlik, elesik, vagy nehezebbet emel is, egy nagy levegőt vesz, akkor nagyon nagy mennyiség kerül a szervezetébe, és az gyakorlatilag nagyon gyorsan az eszméletvesztés állapotáig juttatja el az embert. Ugye nekem az volt a szerencsém, hogy nagy légtér, és nem volt erős a koncentráció, és ezért csak ez az álmosító hatás jelentkezett, de ez egy nagyobb koncentrációban, ez nem ad ennyi időt az embernek. És tényleg nem gondol rá az ember, hogy azonnal ez a probléma, hanem egész egyszerűen már nem is lesz ideje gondolkodni, hanem eszméletvesztés történik, és akkor utána ott a földön már gyakorlatilag maga tehetetlen állapotba szépen lassan megfullad. A statisztikák szerint évente 40-50 ilyen esemény történik országosan. Tolna megyében az elmúlt 5 esztendőben 4 mustgázmérgezés történt, amiből egy volt halálos kimenetelű. Több százan vettek részt Tolnán a Dunai Holták partján megtartott családi pikniken. A rendezvényen Bájer Zsolt újságíró tartott előadást Horváth Istvánnal Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjével. A beszélgetés során többek között szó esett az előválasztásokról. Bájer Show a polgári pikniken. Bájer Zsolt publicista Horváth Istvánnal Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjével közösen tartott fórumot a Dunamenti Polgári Egyesület programján Tolnán. Az újságíró többek között elmondta, jogosan félhetnek az emberek a baloldali koalíció hatalomra jutásától. Az alapkérdés valóban ez. Képesek egyáltalán a kormányzásra? Ha engem kérdez, hogy modellezzük és feltételezzük ezt a koalíciót, amit hatalomra jut. Most képzeljék el, ahogy Gyurcsány, Jakab, Hatházi, Szabó, Tímea eleve összeférhetetlen, elképesztő, öntörvényű, önfejű, erőszakos, agresszív emberek, akik aztán
most még összekényszeríti őket a hatalomvágy. Ha ez megszűnik, ez a kényszer, egyrészt egymás torkának esnek, másrészt homlokegyenest ellenkező ötletekkel állnak elő. Tehát a kormányzó képesség az eleve minimum megkérdőjelezhető. Azon kívül, mivel tudjuk, hogy Gyurcsány az, aki ebben az egészben a vezető szerepet viszi, magától értetődő, hogy a végén úgyis az ő akarata dominálna. És mi ez az akarat? Mindenben kiszolgálni Brüsszelt és a nyugatot. Ez nem olyan bonyolult. Ez a kiszolgálás pedig Brüsszel politikai prioritásaimik. A migráció szabaddá tétele és legalizálása, az adók megemelése, a zöld politika mentén mindenféle új adók bevezetése és rákényszerítése azokra, akik ezt nem akarják. A versenyképességük, a közép-európai országok versenyképességének a tönkretétele, megszüntetése. Magyarán minden ott folytatódna, ahol 2010-ben abba maradt. És csinálnák megint 2-3-4 évig, utána megint megbuknának, de és mi megint előről kezdhetnénk, de miért kell mindig mindent előről kezdeni? Nem lenne egyszerű folytatni? Bájár Zsolt úgy látja, hogy a 2021. évi előválasztások kimenetele már eldöntetett. A helyek 10%-ától eltekintve a 90%-ban előre lemeccseltek és lejátszottak mindent. És csinálnak egy ilyen színjátékot, ők a demokraták, itt mindenki szabadon szavazhat, hogy ki legyen. Ugyan már kérem, mindenhol előre megegyeztek, visszaléptették egymás jelöltjeit, levajazták, lezsírozták, pontosan tudják, hogy hol ki indul, pontosan tudják most, hogy ebben a most légkoalícióban résztvevő pártnak a végén majd hány helye lesz, ahol valóságosan elindul, és ebben is Gyurcsány akarata érvényesül. Persze, hogy színjáték az egész. A publicista minősíthetetlennek tartja azt, hogy az Európai Unió a gyermekvédelmi törvény elfogadását követően felfüggeszteni a helyreállítási alap kifizetését Magyarországnak. Mindig kiszokták maguknak kérni, amikor az ember azt emlegeti, hogy Brüsszel lassan kezd olyanná válni, mint Moszkva volt 40 évvel ezelőtt. Pedig amikor ilyenek történnek, akkor azt kell mondjuk, hogy pedig de. Tehát Brüsszel képvisel egy politikai akaratot. Van egy politikai szándéka, van egy egyébként teljesen értelmezhetetlen és elmebeteg elképzelése a világról. És ha valaki ezt nem osztja, akkor a lehető legnyersebb erőszakkal, katonai erőszakot nem alkalmaz, mert nincs is neki, de egyébként a legnyersebb, legbrutálisabb gazdasági erőszakkal megpróbálja ezt az akaratot rákényszeríteni azokra, akik nem állnak be a sorba. Ez elfogadhatatlan. Több évtizede már annak, hogy Tolna megyében a tanév megkezdése előtt, vagy már szeptember első hetében a testnevelő tanároknak közös fórumuk van a Tolna megyei Diáksporttanács és a testnevelő tanárok megyei egyesületének szervezésével. Nem volt ez másként az idén sem, és ezúttal Zomba volt a helyszíne a rendezvénynek. A programon többek között az idei tanév indítására vonatkozó új rendelkezéseket beszélte át közel 100 általános és középiskolai testnevelő tanár. Még mondja valaki, hogy nem összetartók a Tolna megyei testnevelők úgy egészében. Nem indulhat el ugyanis egy tanév úgy, hogy ne legyen közös fórumuk, kellemest összekötve a hasznossal. A Tolna megyei Diáksporttanács okkal büszke arra, hogy ilyen találkozókat évtizedek óta sehol másutt az országban rendeznek, pedig csak egyszerűen szervezés kérdése az egész. Az augusztus 23-ai Magyar Diáksport Szövetség országos tanévnyitóján kiderült, hogy ilyen összefogott megyei tanévnyitót egyedül Tolna megye tart. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikortól, de több évtizede tartjuk ezt a rendezvényt. A Tolna megyei Diáksporttanács és a Tolna megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete, és amint látunk, hogy körülbelül 80 Tolna megyei alap- és középfokú tanintézet testnevelője itt van körünkben, ez talán jelent valamit olyan vonatkozásban, hogy ez igazi közösségnek tekinthető. Miután online meghallgatták egy olimpián járt paksi származású sportorvos hölgy beszámolóját Tokióról,
Rátértek az új tanévben jelentkező új dolgokra, ami azért is hasznos volt, mert számítva esetleg a vírus negyedik hullámának komolyabb megjelenésére, már most ősszel fel kell, hogy pörögjenek a diásportban az események, tudhattuk meg a Tolna megyei diásporttanács titkárától. Azokat a sportágokat, mint az atlétika, a mezei futás, az asztali tenisz, a teremfutball, amelyek többnyire őszvégi, téli sportágok voltak, ezeket szeptember-október hónapban a megyei diáksportszervezeteknek le kell, hogy bonyolítsák. Ahhoz, hogy mi megyei döntőt tegyünk, ehhez a városi diáksportbizottságainknak Pakson, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron, Szekszárdon, illetve Szekszárd város környékén alapszintű versenyeket kell, hogy rendezzenek, természetesen a kötelező óvatosság betartásával. Előrébb jön az atlétika, ezen belül a mezei futás, az asztali tenisz is. Utóbbiban például úgy rendeznek hamarosan város, illetve környékbeli diákolimpiát, mégpedig Bátaszéken, hogy az általános és középiskolás korcsoportok versenyt egy napon megtartják. A tankerületek, mint elhangzott, nagy segítséget adnak ahhoz, hogy a nagyobb létszámok együttes jelenléte miatt a fertőtlenítés a versenyeket megelőzen és közben is megtörténjen, tekintettel az eszközigényes sportágakra. Körülbelül 30 diák olimpiát nyertünk, csak az aranyat számolom, nyertünk egyesületi utánpótlást. Ott is lett volna egy nagy álom, hogy OB1-es edző legyek, de hát köztudottan Pakson a jobb sportolók fejben is jobbak, és hát tovább tanulnak, és így már az igazi felnőtt korban nehéz őket összeszedni. Pór Józsefnek a röplabda volt, és ma is az a szíve csücske. Meg is alapozta ezt a sportágat saját nevelésből MB2-es szinten az Atomvárosban. De sok más profi sport paksi térhódítás után a röplabda fejlesztése komoly támogatók hiányába már nem fér bele a helyi sportkoncepcióba. A szabadidős sport, mint említettük, legalább annyira szívügye volt, mint az élsport. Volt egy olyan módszere, ami ezen a téren mindmáig sikeressé és népszerűvé tette. Egyik tanítványom a szakdolgozatát a kiválasztásból írta, és jött hozzám, hogy én írjak neki, meg segítsek, hogy a sportági kiválasztás hogy megy nálam. És akkor mondtam neki, hogy hát aranyoskám, nincs kiválasztás. Aki jelentkezik röplabdázni, vagy jelentkezik ugye később florbalozni, azt én senkit nem küldök el. Tehát én nem tudom elmondani neked, hogy kéne kiválasztani, mert nincsen. Nagyon kicsi, úgymond én emlékeim szerint lemorzsolódás, és ebben nagyon igazad van, hogy érdekes módon a nem főszereplők sokkal nagyobb szívvel emlékeznek a régi időkre. Nem akarom figyelmeztetni, hogy te nem is voltál olyan nagy menő, de mégis azok jobban emlékeznek ezzel a régi szép időkre. A testnevelők fóruma 2021. szeptemberében is, ezúttal egy zombai borászat otthonában a finom babgulyás és borok kortyolgatása közepette oldott hangulatban zajlott. Olyan baráti szakmai beszélgetésekre is sor kerülhetett, amire idő hiányában és a köztük meglévő távolságok miatt évközben nincs igazán lehetőség. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!